Folytatjuk műsorunkat, mégpedig következnek az emlékezés napjai, és hogy méltó módon, biztonságban, kegyelettel és nyugalomban tegyük mindezt, ezért a rendőrei most is felhívják a figyelmet azokra a biztonsági dolgokra, amelyekre nagyon oda kell figyelni. Rengetegen vannak a temetőknél már ilyenkor, rengeteg az jármű, nagyon sok minden kint maradhat, érték is akár az autókban, és ezekre hívja fel a figyelmet Lázár Levente, a Heves vármegyei rendőrkapitányság sajtóreferense, akit köszöntök. Szia, Levente! Szia, Gábor! Köszöntöm is a kedves tévénézőket! A polisz.hu-n olvashatóak a felhívások, azért ezzel foglalkozik mostanság, akár bármelyik rádióállomást hallgatjuk, a hírek is, hogy nagyon-nagyon-nagyon fokozott óvatosságra intenek, hiszen most már beindult a temetők látogatása. Mire hívjátok fel elsősorban a figyelmet? Így van, elérkeztünk ehhez a héthez is, a megemlékezés hetéhez. Ugye azt már az előző években is mindenki tapasztalta, hogy azért a hétvégén már eltevődtek a látogatási időszakok, tehát nem mindenki első a másodikán látogatja a szerette sírját, a temetőket, hanem már akár előtte egy-két héttel, hogy esetleg a tömeget kikerülje, elkerülje, már elindulnak a megemlékezés időszakai. Úgyhogy erre készültünk mi is, nyilván a hét folyamán, illetve az elmúlt hétvége, a most következő hétvége lesz a csúcs időszak, úgymond. Úgyhogy igyekszünk első körben a gépjárművezetőket, illetve a közlekedők figyelmét felhívni arra, hogy időbe induljanak el. Lényegesen nagy lesz a forgalom a temetők környékén, lehetőleg mindenki a megfelelő parkolóhelyeken parkolási lehetőséget használja. A kollégák, ahogy az elmúlt években is megszokott volt, Heves megye, Város vármegye valamennyi temetőjének környékén, a frekventáltabb helyein, ott lesznek október 30-ától egészen november 4-ig. Ezek visszatérő ellenőrzések lesznek, a kollégák visszatérően fognak ellenőrizni ezekben a temetőben, temető környékén, így Gyöngyösön is, a Gyöngyös környékén is, és segítik az állampolgárokat akár a parkolásban, akár bármilyen szabálysítés bűncselekményt észlelnek, vagy információra van szükségük, akkor a kollégák ott lesznek. Természetesen nem csak egyenruhában, a civil ruhában is készülnek a kollégák ezekre az ellenőrzésekre, pont azért, hogy esetleges akár lopásokat, vagy olyan bűncselekményeket még jobban ki tudjuk szűrni, meg tudjuk akadályozni. Szerencsére azért azt elmondhatom, hogy abszolút eseti jelleggel szokott ilyen előfordulni, mert az elmúlt évek tapasztalatai ezt mutatják, én bízok benne, hogy idén egyáltalán nem kell ilyen dolog, ilyen bűncselekményszövetés miatt a munkatársaknak intézkedni, illetve a kedves állampolgároknak bosszankodnia, de az ördög nem alszik, ezért a felhívásunkban erre is teszünk utalásokat. Fontos, hogy azért nagyobb értéktárgyakat, készpénzt, telefon, táskát ne hagyjunk őrizetlenül a sírokon, sírok mellett a padokon, még akkor se, ha csak mondjuk elszaladunk elocsolóvízért, hiszen ezek a pár perces kihagyások is támadási földet tudnak adni a tolvajok számára, akik azért előfordulhatnak ebben az időszakban a temető környékén. Az autókra visszatérve, ugye a parkolás mellett nagyon fontos, hogyha leparkoltuk az autókat, azt minden esetben zárjuk le, ablakokat húzzuk fel, és jól látható helyen ne hagyjunk értéket. Szintén ez is azért eseti jelleggel elő szokott fordulni ezekben az időszakokban, hogy valaki nyitva hagyja az autóját, vagy pedig lehúzva fejtette az ablakát, és kint maradt a pénztárca, táska, laptop, és ezek esetleg eltűnnek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezek meg az egyik legjobb megelőzési módja, ha vagy nem visszük, hogyha nálunk van, akkor ez csomagtérbe, lábhoz, ülés alá, de nem látható helyen hagyjuk kint, illetve ami nagyon fontos, és abszolút általános dolognak kéne lennie, de sajnos mindenhol elő szokott fordulni, hogy nyitva felejtjük az autónkat, sőt előfordul olyan is, hogy esetleg az indokulcs is benne maradt. Nagyon fontos, hogy ezekre minden esetben odafigyeljünk. A temetőkben pedig nyilván az értékeinket magunkkal tartsuk, vagy pedig ha el kell mennünk a sírtól, akkor fontos, hogy minden esetben valaki maradjon ott a sírnál és vigyázzon az értékeinkre. Levente, sok mindent elmondtál itt egy csomagban, de azt is elmondtad, hogy az alkalom szüli a tolvajt, tehát az ördög nem alszik, és ilyenkor mindenki ilyen felfokozott érzelmi állapotban van, hogy még ide is el kell menni, még ide is, még ennyi sírhoz, szaladnak, sietnek, kapkodnak, és nem csak a vagyonvédelemre hívjátok fel a figyelmet, hanem a közlekedés biztonságra is.
mert hogy esetleg már lehet köd, lehet bármilyen rossz látási viszony. Mik azok a közlekedés biztonsági tanácsok, amire tényleg ilyenkor érdemes figyelni, főleg ezen a két napon, 31-én és november 1-én? Igen, hál' Istennek eddig az időjárás azért kegyes volt hozzánk, hiszen 16-8, akár 20 fokban is tudtunk eddig autózni, közlekedni. A következő napokban azonban várhatóan már fog hűlni a levegő, ahogy szintén kitettük ajánlásba, várhatóak a ködös reggelek, ködös esték, nyilvánvalóan ide más közlekedési figyelem szükséges, illetve a maga a forgalomra hívjuk fel minden esetben a figyelmet. A fő közlekedési útokon Gyöngyös környék, itt az M3-as autópálya is szintén érinti Gyöngyöst. Fontos, hogy megfelelő követési távolságot tartsuk, a sebességhatárokat minden esetben tartsuk be. Gyalogosként, kerékpárosként megyünk a temetőbe, a temető környékére, akkor este rossz látási viszony között ugye legyünk jól láthatóak. Erre mindenképp a láthatósági mellény használatot szintén szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen sajnos már volt Hevesvár megyében ilyen balesetünk, ahol lakóterületen kívül kivilágítatlan gyalogost sodort el autós, úgyhogy ezeket mindenképp szeretnénk megelőzni. Ez nagyon fontos, ugye, hogy lényegesen nagyobb a forgalom, illetve lesz a hosszú hétvégén is, hiszen most ugye három napról beszélünk, péntek, szombat, vasárnapról is, úgyhogy legyünk türelmesebbek, segítőkészek a parkolásban, az odavezető úton is, hiszen ezekkel tudjuk megelőzni akár az aprócska baleseteket is, hiszen egy koccanásos baleset se hiányzik senkinek, főleg ebben az időszakban. És ugye fontos, hogy mindenkinek a megemlékezésről szóljanak ezek a napok, ne pedig a bosszankodásról, akár a vagyontárgyak elvesztése, elhagyása, akár egy kisebb vagy nagyobb közlekedési baleset részese vagy elszenvedőjeként. Úgyhogy erre hívjuk fel mi is a figyelmet, hogy igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy mindenkinek nyugodtan teljen a következő időszak. És akkor záró akkordként mondjuk el, hogy ha valakit mégis baj ér, akkor azért telefonszám létezik, és azonnal telefonáljon. Így van, ezt mindig el szoktuk mondani, gyakorlatilag mindenféle rendezvényen, illetve ilyen megemlékezés időszakban is, hogy a 112-es segélyhívó szám, központi szám továbbra is él. Nyilván a katasztrófavédelem is erre hívja a figyelmet, ha esetleg tűzeset vagy ilyesmi történik, akkor ugyanitt a rendőrségre, a tűzoltóságra, mentőknek azonnal közvetlenül bejelentést lehet tenni. Ha valaki ilyet tapasztal, vele történik, vagy lát hasonló cselekményt, akkor minden esetben itt tegyen bejelentést, vagy pedig, hogyha látja a kollégákat a temetőkben járőrözni, akkor hozzá is nyugodtan oda lehet menni, és akkor ők megteszik az elsős intézkedéseket, illetve információt, tanácssal fognak szolgálni. Levi, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és bízom benne, hogy ezek a fokozott óvatosságra felhívó tanácsok nem találtak süket fülekre. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, mindenkinek nyugodt hetet, meg kellemes hétvégét kívánok! Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt tehát a Gyöngyös ma, legközelebb újadással holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!